A kormány február végén kezdeményezett egy népszavazást, élve az alkotmányban biztosított jogával. A népszavazási kérdés az egészen pontosan úgy szól, hogy akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. Ez tehát a kényszer betelepítés ügyéről szóló népszavazási kezdeményezés, mert a kormánynak az a világos álláspontja, hogy Brüsszel nem, csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel akarnak egy országban élni. Ezt a népszavazási kezdeményezést megtámadták a kúria előtt. Nevezetesen a szocialisták és a liberálisok támadták meg a kúria előtt. A kezdeményezők között volt többek között Szanyi Tibor, Jávor Benedek, a Magyar Liberális Párt, vagy hogy még egy példát mondjak, Kozák Márton, akinek a nevét szerintem még SZDSZ-es korból meglehetősen sokan ismerjük. Én azt gondolom, hogy amiért megtámadták, az teljesen nyilvánvaló. A szocialisták és a liberálisok ma is bevándorláspárti álláspontot képviselnek, és elvitatják azt a jogot, hogy csak a magyarok dönthessenek arról, hogy kikkel akarnak egy országban élni. Ha a szocialistákon és a liberálisokon múlna, akkor megadnák a kényszerbetelepítés jogát és lehetőségét Brüsszelnek. Abból, amit a kúriánál tettek, számunkra ez derült ki teljesen egyértelműen. A kúria azonban nem fogadta el a szocialisták és a liberálisok álláspontját, ezzel megnyílt az út a népszavazás előtt. A kormány a kúria mai döntését követően azonnal kezdeményezni fogja az országgyűlésnél és a parlamenti pártok frakcióvezetőinél, hogy minél hamarabb kerüljön sor az országgyűlésben a népszavazásról történő döntésre. Hiszen az alkotmányos menetrend szerint a népszavazásról a kormány kezdeményezése alapján az országgyűlésnek kell döntenie. Bízunk benne, hogy erre akár már a jövő héten sor kerülhet az országgyűlésben, ebből a célból azonnal egyeztetést fogunk kezdeményezni, nem csak a parlament vezetésével, hanem értelemszerűen a frakcióvezetőkkel is. A végső időpontra természetesen majd Áder János köztársasági elnök úr fogja rámondani az igent, neki van lehetősége arra, hogy miután az összes jogorvoslati lehetőség kimerült az országgyűlés döntését követően, kitűzze a népszavazás időpontját. Ez előre láthatólag szeptemberben vagy október első felében történhet meg. Ennek megfelelően a kormány azzal készül, hogy vagy szeptemberben vagy október első napjaiban sor fog kerülni a népszavazásra, és természetesen mindent meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy a magyar polgárok közül minél többen elmondhassák a véleményüket.